Elgurult-e a gyógyszere, professzor úr? Ezt kérdezi mindjárt az egyik Dézsi a másik Dézsitől, és a válaszoló, mindjárt látni fogják ezt is, azt mondja, hogy nem. Nem gurult el. Hatalmas botrány kerekedett Győrben, ahol a Dézsi Csaba András kardiológus polgármester sajátos stílussal, hangos libernyákozással próbálta meggátolni, hogy az ellenzéke keresztre feszítse egy olyan jutalom miatt, amit nem ő kért, csak jár neki. Azt mondja, hogy amennyiben valóban jár a neki megítélt 5 millió, akkor azt fel is fogja venni, és ha eljótékonykodja az egészet, akkor az a magánügye, és nem Kürtöli világá. Amilyen az adjon Isten, olyan fogadj Isten, és ennek megfelelően nem lehet nálam arra appellálni, hogy úgy, hogy a politikus ez nem mer visszaszólni, ez nem mer úgy reagálni, mint egy átlag ember. Mondja ezt Győr polgármestere Dézsi Csaba András arra a kérdésemre, hogy miért szólt be az őt kritizálóknak. Mindjárt megmutatom, hogy mit mondott pontosan, de előbb a történet eleje. Október 20-án a DK honlapján jelent meg ez a cikk. Glázer Tíme, a párt győri önkormányzati képviselője írta, a többi között ezt. A demokratikus koalíció szerint több mint arcátlanság, hogy a győri polgármester 5 millió forintos jutalmat osztogatna magának, miközben az ország, köztük a város lakói is azon gondolkodnak, hogy bevásárolnak vagy fűtenek. Az írás valóságos sajtólavinát indított be, napokig Dézsi Csaba András szerepelt a címlapokon, nem kímélték. De mi is ez az 5 millió, ami miatt állt a bál? Az önkormányzati előterjesztés szerint 35 évnyi munkaviszony után adandó járandóság. Tehát nem a klasszikus értelemben vett jutalomról van szó. Ilyet nem csak Dézsi kapna az idén, hanem még úgy 30 ember Győrben. Hogy jogos-e vagy sem, az egyelőre kérdés. A polgármester egy a várostól független céggel vizsgáltatja most, hogy jár-e neki valójában. Ha igen, akkor fel fogja venni. Dézsi doktort lassan 20 éve ismerem, de mert ezt mindig megkérdezik, nem vagyunk rokonok. Pulzáló személyiség, aki csak akkor érzi jól magát, ha pörög. És mindig pörög. A heti naplóban már akkor szerepelt, amikor még nem volt polgármester, és szerintem senki nem is sejtette, hogy az lesz. Hello, Márton. Szia. Hello, hello. Amikor a Rocker Doki című riportot készítettük vele, azt a szívcentrumot vezette, amelyikhez jó részt ő szedte össze a pénzt. Még a műtőbe is bemehettünk forgatni. Addigra már több mint 25 ezer ember szívébe nyúlt bele műszereivel. Közben könyveket írt, dzsúdózott, papagájokat tenyésztett, motorozott és rockkoncertekre járt. A sorsom úgy hozta, hogy alig egy évvel ezután a forgatás után már betegként feküdtem a műtő asztalán. Ha akkor nem szúrja ki, hogy baj van a szívemmel, ma már valószínűleg nem élnék. Szóval nem fogom letagadni, a szüleim után neki vagyok a leghálásabb. Tegező viszonyban vagyunk, és bármikor felhívhatom, ha nem vagyok jól. Ennek ellenére, vagy tán épp ezért, engedélyt kértem tőle, hogy ne csomagoljam be a kérdéseimet, hadd tegyen fel azokat úgy, hogy azok még véletlenül se tűnjenek hízelgőnek. Megengedte. Nincs rossz kérdés, csak rossz válaszot szoktam mondani. Jó, akkor mindjárt idéznék tőled egy mondatot az elején. Nincs szükségem senkinek másnak a pénzére, de kikérem magamnak azt, hogy amiért megdolgoztam, azt néhány proli gondolkodású, sutyerák, baloldali, liberális, bunkó megkérdőjelezze. Köszönöm szépen. Ugye ez a közgyűlésben hangzott el, és azon gondolkodtam, és bocsánat a fogalmazásért, de így a legegyszerűbb. Itt kicsit elgurult a gyógyszer nálad? Abszolút nem, hiszen látod, a végén ott van az, hogy köszönöm szépen, tehát udvariasan fejeztem be a dolgot, és ami nem jelent meg a sajtóba korábban sehol, ez a néhány. Tehát itt nem arról van szó, hogy a liberális gondolkodású embereket, vagy az ellenzéki, akár politikusokat, akár sajtót bélyegezném meg ilyen módon, hanem azt a néhány embert, aki a munkámat megkerülhezi. Hogyha nem mondod meg, maradjunk a bunkónál, hogy bunkó, akkor azt hiszi, hogy ő, ez egy természetes dolog, hogy ő viselkedhet így. Meg kell mondani. Most nyilvánvalóan azt lehet erre mondani, hogy persze természetesen meg lehet ezt mondani szebben is, de ma már arra nem figyelnek fel az emberek. Tehát hogyha nem hökkentesz meg valakit, akkor az nem figyel fel rá. Bár a polgármester kardiológus az előbb azt mondta, hogy nem indulatból sutyerálkozta le az őt kritizálókat, vagyis politikai ellenfeleit és újságírókat,
az sem lepett volna meg, ha indulatból teszi. Az elején már mutatott cikkekben ugyanis egyáltalán nem kímélték. Nevezték arcátlannak, bicskanyitogatónak, és sok helyen idézték azt a mondatát, hogy mit tegyen a jutalmával, vegyen mindenkinek 5 gombóc fagyit. Különleges taktika az, hogy egy olyan címet adnak, amivel aztán tulajdonképpen ránéz az ember, és azt mondja, hát ez a Dézs egy hülye. Majd elolvasod a cikket, és teljesen normálisan leírják a valóságot, amiből nem az derül ki, hogy a Dézs egy hülye, csak általában az emberek csak a címeket olvassák el. Az ATV Nap Híre című műsorában is téma volt Dézsi jutalma. A DK politikus a Gyénémet Erzsébet szerint a győri polgármesternek le kellene mondania erről a pénzről. Ha én polgármester lennék és pont beleesnék egy ilyen jubileumi jutalomba, jelen helyzetben biztos, hogy nem venném fel, illetve ha ki kell fizetni, akkor ezt valamilyen jótékony célra fordítanám. Ő azt mondja, hogy ő nagyon sokat jótékonykodik, csak név nélkül. Értem, nyilván ez most egy olyan ügy, ami mivel nyilvánosságra került, ezért azt gondolom, hogy az lenne a korrekt, hogyha meg is mondja, ha ő jótékonykodni akar, hogy akkor ezt hova fordítja. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Hasonlóan látta a DK győri képviselője is. Szerintem polgármester úrnak példát kéne azzal mutatni, hogy ezt nem fogadja el. Nem tudják eldönteni az emberek, hogy a rezsit fizessék ki, vagy pedig len élelmiszert vásároljanak. Én arra kérem polgármester urat, hogy ezt a jutalmat ne vegye fel. Én ezért nem adok alapítványoknak. Dézsi viszont úgy gondolja, hogy az ő jótékonykodása az ő ügye. Senkinek semmi köze hozzá, hogy én a magánpénzemből kinek adok vagy nem adok. Hogy az ember... Én azért kerestem valakit, akinek adott. Tamás kollégám, hiszen operatőr. Kamasz fiáról nemrégiben derült ki, hogy daganatos beteg. Mivel a kezeléseket csak Budapesten lehet elvégezni, és tudta, hogy emiatt sokat esik majd ki a munkából, Dézsihez fordult segítségért. Kérdezte, hogy szerintem mi lenne az, amivel az az összeg, vagy bármi, amivel ő tudna engem segíteni. Mondtam neki, hogy Csaba, ez egy olyan betegség, amivel nem lehet tudni. Nem tudok mondani semmi okosat. Nem gondolkodott sokat, és azt mondta, hogy jó, akkor ő segít. A pontos összeget nem árulta el, de tudom, hogy több millió forintról van szó. A polgármester szerint egyébként egy politikusnak igenis bele kell állnia a vitákba, akár taktikai okokból is. Sőt, néha nem csak politikusokkal, hanem magánemberekkel is. Kaptam üzeneteket idegen emberektől. És például valaki azt írta nekem, hogy hát ha maga fölveszi ezt az 5 millió forintot, én magát le fogom vadászni, mert én napelemekkel foglalkozom, és a kormány ezt lehetetlenítette számomra, hogy ezt a munkát tovább végezzem, és ezért aztán most már nekem semmi nem számít. És én válaszoltam neki, hogy nézze, az a helyzet, hogy az ön véleménye meg nekem nem számít. Ön se nem rokonom, se nem barátom, se nem ismerősöm, úgyhogy tulajdonképpen marhára nem érdekel. Az egy másik dolog, hogy nekem is megvan a véleményem a napelemekkel kapcsolatban. Azután jött az újabb SMS az idegentől, már sokkal békülékenyebb hangon. Még egy levélváltás, és kiderült, hogy mindketten szeretik a papagájokat, helyreállt a béke. Kíváncsi voltam, hogy az ilyen keményen odamondogató stílus bejöhet-e a politikában. Kizárólagosan szakmai értelemben mondom ezt. Záruk Péter farkas politológus külföldön volt, Skype-on értem utol. Szerinte Dézsi doktor politikusi megszólalásai nem átlagosak, de magyarázhatóak. Amennyiben polgármester úr szándékosan akart visszavágni, és szándékosan akart csörtébe belemenni, akkor ez elfogadható, a politikus is ember, a milliós értéseket nem feltétlenül kell elviselje, és eljöhet az a pillanat, amikor vissza akar vágni. A kérdés az, hogy ez hogyan csapódik le az ő rajongó táborában, és hogyan csapódik le általában a nyilvánosságban. E téren azért mindig jobb, kifinomultabb nyelvi eszközöket választani. Dézsi doktor egyébként úgy döntött, hogy 3 millió forintot ajánl fel egy olyan klinikai alapítványnak, amely rákbetegek kezelésével foglalkozik. Azt sem titkolja, hogy itt gyógyítják felesége lányát, akiről 26 hetes terhesen derült ki, hogy beteg.
A 3 millió nagyjából megegyezik az 5 milliós jutalom nettó értékével, de azt külön kiemeli, hogy ez a pénz mégsem a jutalom. Azt ugyanis egyelőre még meg sem kapta, és ha a független ítészek úgy látják, hogy nem jár neki, nem is fogja megkapni. A 3 milliót viszont már átutalta. Amúgy egyszer, úgy 20 esztendeje már került kellemetlen helyzetbe a jutalma miatt. Szocialista polgármester mellett voltam, alpolgármester, fideszes alpolgármester, ellenzéki alpolgármester, és akkor megszavaztatott magának is egy aránylag jó nagy jutalmat, nekem akkor 2,5 millió forintot, én tiltakoztam ellen, de hát a többség megszavazta, akik nem mi voltunk, nem vettem föl. Na, ugyanez a procedúra végigment, hogy a Dézsinek nem hiányzik az a pénz, biztos sok van neki, biztos valahol lop meg, tehát össze-vissza minden. Azért fél. Szóltak meg, mert nem vetted fel a pénzt? Persze, hát nem is az, hogy megszóltak, hanem inkább az volt, hát ha ennyi pénz van, akkor miért nem ad? Biztos, hogy valahonnan honnan van magának ennyi pénze, tehát hogy nem vesz fel egy ekkora jutalmat. Ez volt, tehát konkrétan felhívtak emberek, és azt mondták, ha ennyi pénzem van, hogy nem veszem fel jutalmat, akkor adjak már nekik is. A polgármester azt mondja, hogy a legnagyobb politikai tévedéseinek egyike volt, hogy akkor azt a pénzt nem vette fel. Pláne, hogy nem tudja, hogy mi lett azután azzal a 2 millióval. Arra azért kíváncsi voltam, hogy mit szóltak a főnökei kemény vita stílusához. Kaptál egyébként fölülről bármiféle megjegyzést, kritikát párton arról? Nem fogod elhinni, de én a 2,5 millió alatt még egyszer sem kaptam fölülről kritikát vagy megjegyzést. Soha. Soha. Meg is lepődtem egyébként, mert az a hír járta, hogy aztán itt mik vannak, tehát az ember mindig ezek a feltételezések, de soha semmit. Nos, így a végén kellene jönnie az összegzésnek, le kellene vonnom a tanulságokat, és ha szabad ezt mondom, megmondani a tutit, de ezt nem tudom megtenni, mert én továbbra sem tudom, hogy Dézsi Csaba Andrásnak ilyen keményen kell-e vitatkoznia, avagy sem. Azt tudom, hogy ha én politikus lennék, akkor valószínűleg nem merném ezt megtenni. Viszont abban meg biztos vagyok, hogy ő már a bevett stílusán nem fog változtatni a jövőben sem. Hogy aztán ez kifizetődik-e neki, vagy sem, az valószínűleg a következő választáson dől el. A Heti Naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták.